A Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében tartottak konferenciát április 4-én a Rákóczi Vár Színház termében. A szakmai előadásokon szó volt többek között a sportolás és az egészséges életmódra nevelés fontosságáról, valamint a gyermekkori elhízás veszélyeiről is. Az eseményen jelen volt Kovács Katalin, háromszoros olimpiai bajnok is, aki sportolói pályafutásáról beszélt a megjelenteknek. A Szerencsi Tankerületi Központ tartott konferenciát a Rákóczi Vár Színház termében, annak a projektnek az első állomásaként, ami szeptembertől indul el a tankerület iskoláiban, és aminek célja a szülő és gyermek közös sportolási tevékenységének ösztönzése pozitív példákon keresztül, az egészség megőrzés és a rekreáció előtérbe helyezése, valamint a táplálkozás módszeres szemléletbeli megváltoztatása. Az eseményt Szabó Árpád, a tankerület vezetője nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a tömeg és szabadidősportnak kiemelkedő szerepe van pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt, ezért a sportügyet társadalmi kérdés és társadalmi összefogást igényel. Ezt követően Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tartott előadást Mindenki sportoljon címmel. Az államtitkár felhívta a figyelmet a mozgásgazdag életmód fontosságára, hiszen a rossz egészségi állapot kialakulása szorosan összefügg az életvitellel. Az iskoláskorú elhízás veszélyeiről dr. Kecskés Norbert orvos táplálkozástudományi szakértő tartott értekezést, aki elmondta, hogy a sport mellett kiemelt szerepe van a helyes táplálkozásnak is a túlsúly kezelésében, illetve a megelőzésében. Az egészségtudatos szemléletmód kialakítása azonban összetett feladat. Most indul egy ilyen projektünk, ahol természetesen nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket, sőt a pedagógusokat is együtt egy ilyen ismeretterjesztő jelleggel, ugye pontosan az elhízás veszélyeiről, a későbbi egészségügyi problémákról, és erre konkrétan egy mozgással, helyes táplálkozással egybekötött irányba fogjuk mondjuk így a gyermekeket, a szülőkkel együtt és a pedagógusokkal együtt terelni. Az eseményen jelen volt Kovács Katalin, háromszoros olimpiai bajnok kajakozó is, akivel Csisztu Zsuzsa sportjogi szakjogász beszélgetett a sportoló pályafutásának főbb állomásairól, a versenysport szépségeiről és küzdelmeiről. Sokszor eljátszom manapság azzal a gondolattal, hogyha a kislányom elém fog állni, hogy élsportoló szeretne lenni, akkor én ezt hogy fogom lereagálni, és hogy fogom a tudtára adni azt, hogy az élsport egy nagyon keskeny mezsgye, nagyon pici luanszokon múlik az, hogy az ember sikeres lesz, és elérje azt, amit kitűzött maga elé célként. Azt gondolom, hogy élsportolónak annak kell lenni, akiben elég nagy az egoizmus, és mindent képes alárendelni a céljai elérése érdekében. Vince Otto volt válogatott labdarúgó futballszakértő, Tarts velünk, sporttali megyünk címmel tartott előadást. A konferencián műsort adtak a tankerülethez tartozó iskolák diákjai.